még csak néhány napja jelent meg a könyv, de már így is sok visszajelzést kaptam egyébként. Kapom a képeket a gardrób előtte-utána állapotról, már többen leírták, hogy mennyi ruhát válogattak ki, amit majd el fognak adományozni, illetve már többen írták, hogy megpróbálkoztak új munkamódszerek kialakításával, és hát ez a legeslegjobb visszajelzés, amit kaphattam. Igazából mindenki lakásában vannak ilyen zónák, ami ez a dump zóna, hová ledobod a dolgokat, és majd elkerül, majd meg lesz a helye, de nagy valószínűséggel ezek igazából sok esetben olyan dolgok, amire annyira nincs is szükséged, mert ha lenne, vagy ha annyira fontosnak, hasznosnak gondolnád, akkor kiemeltebb szerepet kapna az életedben, és tudnád egy pontos helyhez kötni. Úgyhogy ezek általában az ilyen kallódó dolgok, amikre igazából nincsen szükséged, vagy ha mégis azt érzed, hogy szükséged van, akkor viszont igenis meg kell találni ehhez a megfelelő helyet. Igen, csak hogy mennyire működik a technika, és mennyire a fejemben van ez az egész, hogy már nézem otthon a tárgyakat, hogy így Jézusom, ahhoz nem nyúltam 2 hete hozzá. Tehát, hogy a nyújt tényleg nagyon működik, és mennyire egyszerű. Viszont van még egy technika, amit kiemeltél, és szerintem az is lehet, hogy a top 3-ban van, de nem akarom helyetted megmondani, hogy neked mi a top 3, a pomodoro, amit említettél is, de akkor mondjuk el, mi ez, mert szeretném, ha tényleg úgy mennénk haza, hogy azért picit tanulunk is ma, de hát majd olvassuk is el a könyvet, vagy olvassátok el, és akkor még többet tudtok tanulni. Szóval mi ez a pomodoro? A pomodoroval így a fizikai környezet után kicsit az időbeosztásra, meg a hatékonyságra átevezhetünk. Gyakorlatilag én ezt akkor szoktam használni, amikor azt érzem, hogy nagyon nincs kedvem elkezdeni valamilyen munkát, vagy tudom, hogy valami sokáig fog tartani, és nem szeretném, ha bármi elvonná figyelmemet. És igazából onnan jön ez az elnevezés, hogy a pomodoro paradicsomot jelent, és aki kitalálta ezt a technikát, ő egy paradicsom formájú időzítőt használt ehhez. Ugyanis a technikának a lényege, hogy bizonyos időintervallumokat használunk, én általában 20 percet szoktam, és a 20 perc alatt tényleg nagyon koncentráltan kell egy bizonyos feladattal foglalkozni. Tehát akkor nincsen közben telefonellenőrizgetés, nem állok fel locsolni, vagy bármi ilyesmit csinálni, hanem az a 20 perc, az nagyon koncentrált munka, és a 20 perc után van egy 5 perces szünet, és aztán megint jön még egy 20 perc, megint szünet, és ezt addig ismételgetheted, ameddig szeretnéd. Ha valakinek ez annyiban merül ki, hogy most már úgy érzi, hogy rendet tud tartani a környezetében, vagy valakinek az, hogy nem tudom, a pomodoro technikával hatékonyabban tudja megcsinálni a napi feladatait, akkor szerintem ez a könyv már elérte a célját. És szerintem az is nagyon szuper, amikor végigolvassák a könyvet, de szeretném, ha ez egy olyan könyv legyen, amit bármikor levehetsz a polcról, kinyitod bármilyen oldalt, és elolvasol belőle néhány bejegyzést, és gondolatébresztő tud lenni, vagy inspirál arra, hogy kicsit változtass.